Jó estét kívánok, köszöntöm a Kanizsa Café nézőit. Mai adásunkban még mindig a zenével foglalkozunk. Beszélgető partnerem Varázs Zoltán, Farkas Ferenc zeneiskolának az igazgatója. Üdvözlöm a stúdióban. Előző adásban beszéltünk Kodály módszerről, önről, zenei pályáról. Ma beszélgessünk egy picit a zeneiskola növendékeiről, tehetséges fiatalokról. Ugye most volt 90 éves a zeneiskola, az elmúlt 90 év mennyi tehetséget nevelt ki? Hányan lettek közülük mondjuk nagyon híres zeneművészek? Hát ez egy nagyon nagy létszám, hogy nagyon híres, hogy mit jelent az, hogy nagyon híres valaki? Hát Pavarottikról nem tudok, de számosan vannak, akik európai színpadokon megfordultak. Most is vannak olyanok, akik ott vannak. Tehát nagyon gazdag ez a létszám. Nem tudok pontos számot mondani, hogy hány száz, de biztos, hogy ezt százasával tudjuk regisztrálni. Akik valamilyen úton, módon zenei pályára kerültek itt, kezdve az énektanároktól természetesen, a zenekari zenészekig, előadó művészekig, és ez mindenféle hangszer énekes tekintetében ez így megvalósult. Most jelenleg, akit mondjuk tud és ismert, említsük meg őt. Jól tudom, van egy karmester, tanuló Bécsben, aki itt kezdett Nagykanizsán, ki igen, pontosan? Hát ő már tulajdonképpen elvégezte a főiskolát. Az én növendéken volt Papucsi Róbert, Kürtön végzett nálunk, aztán Pécsre ment tovább. Végül zenekari zenészként sokat játszott Kairói Szimfonikus Zenekarban, ugye majd az ottani helyzet miatt el kellett jönniük, és akkor Bécs környékén vagy Bécsben telepedett le, és ott most ilyen posztgraduális képzésben vesz részt karmesteri vonalon. És úgy néz ki, hogy nagyon ügyesen csinálja, mert legutóbb a Zoé-i koncerten hallhattuk. Én elégedett voltam az ő vezénylésével, fejből vezényelt mindent, és egy nagyon karakteres valaki. Ez fontos egyébként, hogy egy karmester mindent fejből és ne kottából? Nem, hát attól függ, hát ez egy nagyon nagy adottság, hogy valaki mondjuk fejből megtanulja egy nagyon komoly művet. Mert minden részletében ott kéne lenni. Ez olyan, mintha valaki megtanulna egy könyvet fejből. És minden pillanatában tudja, hogy a részletei hol helyezkednek el. Térben is, tehát ez egy másfajta műfaj, de vannak ilyen karmesterek. Az nagyon jó egyébként, mert sokkal közvetlenebb a kapcsolat. Vannak olyan karmesterek, akik olvassák előre a kottát, és fölnéznek is egy jó részét a fejből. És akkor a lapoz egyben látja az egészet, és akkor egy darabig fejből vezényel. De olyanok is vannak, a régi időkből, az én kürtanárom mesélte, ő a Nemzeti Filharmonikusoknál volt kétszer is, a világháború előtt és a világháború után is, hogy például Dohnányi olyan memóriával rendelkezett, hogy amikor Bartók egy szimfonikus darabját megmutatta neki, így föllapozta, utána félretette és lezongorázta az egészet. Most ez egy olyan extrém teljesítmény, hogy el se lehet mondani, hogy milyen adottságok ezek. Kocsisról is egyébként azt mondták, hogy fiatal korában azon versenyeztek, hogy megtanulta budapesti telefonkönyv, mit tudom, egy részét. Ugye egy meghatározott idő alatt. Tehát ez a memória egy kivételes adottság. Megemlítettük Papucsi Róbertet, milyen diák volt ő? Mikor kezdte ő itt a zenei pályát? Hát ezt most nem tudnám évre megmondani, de a 80-as években kezdte. Egy teljesen normális, szorgalmas növendék volt, aki tette a dolgát. Ügyes volt, jó adottságai voltak a hangszerre, és emiatt eléggé sima volt az útja a szakiskolába, főiskolára. De volt olyan növendékem, akinek nem volt olyan sima az útja, mégis nagyon sokra vitte. Itt Horváth Zsoltot kell megemlítenem, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját, aki jelen pillanatban is azon a poszton van, és ő neki köszönhető tulajdonképpen a Kodály hangversenyteremnek a létrehozása, mert ott azért nagyon keményen ott kellett lenni, hogy az olyan legyen, ami ennek megálmodták többen is természetesen, de ő volt az egésznek a motorja, a szíve, hogy ez létrejött, és azt mondják erről a
hangversenyteremre, hogy Magyarországon a legjobb, tehát jobb, mint a műpa. Horváth Zsolt, ő viszonylag a fiatalom koromban tanítottam, ő viszont nem volt olyan jó adottságai, viszont olyan szorgalmas volt, hogy ő kiharcolta magának azt a teljesítményt, ami szükséges volt ahhoz mondjuk, hogy a Bécsi Zeneakadémiára fölvegyék. És akkor ő ott végzett. És utána pedig úgy gondolta, hogy ő, mint trombitás, nem tudja kibontakoztatni azt az energiát, ami benne van. Elvégezte a Közgazdasági Egyetemet is, és a Pannonfilharmonikusok élére állt, és ott azóta vezető, és nagyon komoly teljesítményeket érnek el. Tényleg büszkék lehetünk arra, hogy van egy olyan vidéki együttes, amelyik állandóan a MIPA-ba koncertezik. Talán a legjobb vidéki együttes. És én is büszke vagyok rá, mert hogy én tehettem azért valamit, hogy ő odáig eljutott egy picit, egy szalmaszálat. Tehát itt jön elő az, amiről már a korábbi adásban beszéltünk, hogy nem feltétlen a tehetség, hanem a szorgalom. Hát mindig ez van. És nagyon fontos. Mindig. 90 éves a zeneiskola, beszéljünk erről is, ez egy nagyon fontos dolog. Mit jelent ez egy vidéki város életében, egy 90 éves zeneoktatási intézmény? Hát úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, már Nagy Kanizsa büszke lehet arra, hogy 90 éve van zeneiskolája, mert az indítás pillanatában, tehát 1926-ban, ha pontos adatot nem is tudok, de 10 alatt volt az országban vidéken létező zeneiskolák száma. És ugye világviszonylatban is, tehát ilyen rendszerben, amiben működünk, világviszonylatban is egy modern lépés volt ez akkor. Ha jól tudom, akkor mielőtt lett volna egy zeneiskola, már előtte lévő években is komoly zenei élet volt itt Nagykanizsán. Igen, egyébként ha a nézők szeretnének ebből többet megtudni, Kocsis Katalin blogján minden ott van, egy fantasztikus személyiség, Kati, aki kutatja ezt a témát, a régi koroknak a zenei emlékhelyeit, vagy a zenével kapcsolatos sztori történeteit. Hát itt igen, tehát a századforduló, mind ahogy a gazdaság is akkor föllendült Kanizsán, és elkezdődött itt sok minden, a kultúra is vele együtt növekedett, és megjelent az a fajta igény, hogy hát itt kellene egy zeneiskolát alapítani, hogy az a sok-sok gyermek, aki szeretne valamilyen hangszert tanulni, annak legyen lehetősége. És akkor voltak próbálkozások, ugye magántanárok elkezdtek tanítani, ilyen magániskolák is alakultak, csak aztán nem volt sikeres az előzménye ennek. Végül a város úgy határozott, hogy akkor tényleg akkor hozzuk létre, és 1926-ban nyitotta meg a kapuit ez az iskola. Vanna János vezetésével, aki egyébként egy nagyon komoly zeneszerző is volt. Tehát azt mondhatnám, hogy ha fel kellene osztani az iskolának a történetét, akkor volt egy ilyen első szakasz, ez a 45-ig tartó szakasz, amikor olyan volt az oktatás, hogy a Magyarországon is kevés iskola volt, hogy lehetett vizsgázni a Zeneakadémián. Tehát elfogadták bizonyos vizsgákat zeneakadémiai vizsgának. Ez egy érdekes dolog. Aztán jöttnek az 50-es évek, a 45 utáni rész, ahol a Kodály módszer, mint módszer bekerült az oktatásba, és egy nagy lendületet adott, hogy itt meg kell említeni Rácz Alajos nevét, akihez talán ez fűződik. És hát eljutunk körülbelül a 80-as évek közepéig, akkor már az oktatáspolitika elkezdett foglalkozni azzal, hogy mi legyen a zeneoktatással. Illetve szóba került az is, hogy talán a többi művészeteket is be kéne bevonni. És hát a rendszerváltás után kezdődött el igazán egy fellendülési szakasz, és ha megnézzük az adatokat, a 90-es évektől 2000-es évekig meg négyszereződött az iskolák száma, illetve a tanulók száma. És 2002-ben már 240 ezeren vettek részt az egész országban valamilyen művészeti oktatásban. Aztán eljön a 98-as év, amikor ugye létrehozzák a kerettanterveket, ami meghatározza igazán a szakszerű működést,
és itt akkor a négy művészeti ág mindjárt belépett egy államilag finanszírozott rendszerben, mert azt tudni kell, hogy a 80-as évek, illetve a 90-es évekig gyakorlatilag szakkörként kezelték a zeneoktatást. Még ha államilag támogatott volt is, azért a besorolás ott volt. És akkor 93-ban történt meg az, hogy na, ez egy oktatási intézmény. És most mondhatjuk el, hogy az oktatáspolitika kimondta, hogy ez egy olyan állami intézmény, amire szükség van. Tehát államilag garantáltan finanszírozott. Ez a történet. Ugye közben ez sok minden történt, mert mint korábban is említettem, ha a zenét nézzük kifejezetten, bekerült a jazz, mint műfaj, a népzene az korábban is benne volt már, elektroakusztikus zene, és ilyen módon a műfaji sokszínűség is megjelent a zeneoktatásban. Végül is, ha meggondoljuk, nálunk történik mindenfajta zenésznek az alapképzése. Lehet, hogy abból lesz egy szimfonikus zenekari muzsikus, lehet, hogy abból egy rock sztár lesz, vagy lehet, hogy egy énekes lesz, lehet, hogy egy népzenész lesz, vagy jazzzenész, bármi. Tehát ez az egész repertoár, ami kezünkből indul el. Hiszen minden hangszertanulásnak az alapja majdnem, hogy ugyanaz. Tehát vagy szakszerűen tudja elkezdeni az ember, vagy nem. Később persze a stílusbeli különbségek fontosak, de az elején még nem. Tehát ez így elkezdett színesedni a 90-es évektől, talán már a 80-as évektől, és most már mi is művészeti iskola vagyunk, 2005-ben egyesültünk egy alapítvány iskolával, és három művészeti ágban veszünk részt, zeneművészet, táncművészet és képzőművészet. Ebből ugye a táncban a balett és a néptánc jelenik meg, képzőművészetben pedig a grafika. A zeneművészeti ágon pedig van népzenénk, és van elektroakusztikus zenénk, sajnos a jazz hiányzik. Bár voltak próbálkozások, tehát a 80-as években megpróbált a mi iskolánk, elődigazgatóink valahogy a jazz műfajt is a repertoárba építeni, csak az volt a baj, hogy igazán nem voltak szakemberek. Aki volt, az Budapestről járt le, és hát azért az nem közel. Nem közeli hely, a közlekedés sem volt olyan, mint manapság, és a finanszírozás is probléma. Pedig nagyon jó neveket sikerült megnyernünk, például Süle László, aki most a Helsinki Zene Akadémián tanár. De jó lett volna, itt marad. Amit 90 évvel ezelőtt megfogalmaztak alapvető célokat a zeneoktatásban, mennyire tartják ahhoz magukat, tehát most jelenleg az iskola. Tehát az alapvető célok megvannak-e, ugyanazok-e, vagy egy kicsit most más irányba haladnak? Igen, az alapvető célok nagyon hasonlóak, de kicsit más irányba megyünk. Tehát akkor az alapítókiratban az lett megfogalmazva, hogy aki jelentkezik, és a felvételi követelményeknek megfelel, azt föl lehet venni, ha a keret engedi, ugye. És aki különleges tehetség, azt is. Természetesen az is a dolgunk. De mára már, mint ahogy a korábban elmeséltem, tehát nem csak az a fontossága a zeneoktatásnak, hogy mi most a pódiumra neveljünk gyerekeket, hanem az is, hogy ezek a transferhatások, az egész személyiségben áttransformálódott hatások, azok működjenek és segítsék a gyerekeket abban, hogy a való életben jobban megálljuk a helyüket, akár az iskolában, akár máshol. Én úgy gondolom, hogy a célok nagyon hasonlóak, de azért ebből a szempontból megváltoztak, és ehhez kapcsolódik a nevelésnek, tehát a pedagógiának a megváltozása, hiszen ma egy pedagógus elé más kihívások állnak, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy gyerekeknek sokféle problémáik vannak, hiperaktívak, stb. Mi is az integrálással kell, hogy foglalkozzunk valamilyen szinten, hiszen a legtöbbet a nevelésükben mi tudjuk adni nekik. Például ugye 2000-es években, sőt, és most is vannak képzéseink a volt kisegítőiskolában, a Szivárvány központban. És ezek nagyon-nagyon
jó hatásúak. Az, hogy az oktatási intézmény felvette Farkas Ferenc nevét, ez mit jelent az oktatásban? Gondolok itt arra, hogy nyilván tanulnak Farkas Ferenc műveket a fiatalok. Igen. Hogy néz ez ki pontosan? Ja, hát, gyakorlatilag ez nagyon adta magát, hogy mi a Farkas Ferenc nevet vegyük fel, hiszen városunk szülötte. Bár van más hírességünk is, ugye Zsigmond Romberg, őt később fedezték fel, előbb vettük fel a Farkas Ferenc nevet. Tehát mégis a kettő közül ugye Farkas Ferenc az, aki igazán Magyarországon ért el karriert, és abban a műfajban, ami a zenek oktatásnak a fő profilja. Hát tanulunk Farkas Ferenc műveket, ez így igaz. Van egy néhány olyan darab, amit a gyerekeknek is meg lehet tanítani, de a Farkas repertoár nagy része az egy komolyabb műfaj. Nagyon sok filmzenét szerzett, aminek a kottáit megint csak nehéz megkapni, illetve hát most kezdik felfedezni, most kezdik földolgozni ezeket. De az a fantasztikus, hogy szinte napi szinten hallunk Farkas Ferenc zenét, aki Bartók Rádiót hallgatja, az szinte minden nap hall. Mi nekünk pedig az a dolgunk, hogy lehetőleg ápoljuk. Ami nem könnyű, mert, mint említettem, ezek nehéz darabok. Jó, tudom, külföldről is kapnak Farkas Ferenc kottákat. Hogy van ez pontosan? Hát ez azért van, mert ugye Farkas Andrással, Farkas Ferenc fiával nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Még a mesterrel is volt kapcsolatom, tehát az ő életében is találkoztunk, nem is egyszer. És miután elhunyt, a fia gondozza az örökségét, és miután mi az ő nevét viseljük, így eleve kaptunk egy jó adag kottát, személyes hagyatékot, és minden évben találkozunk Andrással, elmondjuk, hogy mi mit csinálunk, hogy nemzetközi szinten hol tart ez a Farkas hagyaték, szóval egy élő kapcsolatban vagyunk. Amikor volt az ünnepség 90. évfordulóra, jól tudom, akkor ott a fúvósok is pont egy Farkas Ferenc művet játszottak, ami nemrég érkezett. Igen. Milyen könnyen tanulták ezt meg? Ön említett, hogy nem feltétlen gyerek darabok ezek, de milyen gyorsan tudták ezt elsajátítani a fiatalok? Hogy hangzott ez ott a közönség előtt? Hát egy darabot mindig lehet jobban eljátszani, és a kisgyerekekkel különösen kockázatos fellépni. Ők versenyre készülnek, és még mindig a tanulás fázisában vannak, csak úgy gondoltuk, hogy akkor azt a szintet, amit akkor éppen tudtak, be kell mutatnunk. Hát, mint ahogy elmondtam, ott is van még tennivaló vele. Minden darabban van, szóval soha nem nincs kész egy darab. Még a nagy előadó művészek is azt mondják, hogy jó, ezt most eljátszottam, és most így játszottam el, de legközelebb máshogy fogom. Ez egy ilyen műfaj. Mitől lesz egyébként teljesen tökéletes? Említette, hogy sosem lesz az, de hogy mitől van meg az, hogy ez most ott van, ezt most oda tették a zenészek, ez most nagyon jó hangzik, és megáll a levegő is. Mi kell ahhoz? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagy titok, hogy mi kell az, hogy megálljon a levegő. Az, hogy jó legyen valami, az természetesen, hogy pontos ritmusban, tisztán játsszák el, megfelelő előadásmóddal játsszák el a darabot. Tehát ha én zsűri lennék egy ilyen gyermekfúvószenekari fesztiválon, akkor ezeket a szempontokat venném figyelembe. És hogy a tempója az egésznek milyen, és milyen a légköre, hogyan játszották el a gyerekek. Az már egy még magasabb szint, hogy valami csoda történjen, tehát az nem elég, hogy az ember jól játszik egy darabot magas szinten, magas művészi szinten, hanem valaminek történnie kell, amit nem tudunk megfogalmazni, hogy mi az, csak érezzük utána, hogy hát ez valami különleges volt. Merre tart most a zenei oktatás itt az iskolában? Mik a jövőbeli tervei az intézménynek? Ja, most nekünk nagy kihívásunk az, hogy megfelelő pedagógusokat találjunk. Ugye jövőben többen nyugdíjba mennek. 2019-ben jó magam is. Tehát ez olyan 4-5 fő, ami nem kis problémát okoz a vezetésnek, hogy ennek az utánpótlását megtalálja. Tehát ezen dolgozunk most. És ilyen szempontból lehet, hogy át kell alakítani a szerkezetet is.
bizonyos szakok megszűnhetnek, vagy új szakok létesülhetnek. Attól függ, hogy kit találunk. Egyébként kevesebben tanulnak zenét is, tehát ezért is nehezebb találni mondjuk zenepedagógust, vagy mi ennek az oka? Hát az az oka, mint ahogy mindennek. A nagy részük elmegy külföldre dolgozni. Tehát kevés a zenetanár. És ez már olyan szintre emelkedett, hogy Budapesten is probléma néhány szakos tanár találni. És a Nagykanizsa mégiscsak itt van az ország határ mellett, a képzések meg a nagyobb városokban, és ilyen természetes könnyebbség, hogy ott mondjuk Budapesten tanulok, akkor ott is helyezkedek el, vagy Pécset tanulok, akkor Pécs környékén helyezkedek el, és ha hívnak Nagykanizsára, hát akkor oda el kell mennem, ott albérlet, vagy lakást kell vennem. Azért nem olyan az a fizetés, hogy abból úgy simán neki lehessen indulni, kell hozzá szülői segítség. Tehát mi leginkább arra számíthatunk, hogy a nálunk végzett tanulókat hívjuk vissza. Ez az egyik fő bázisunk. Reméljük, hogy megtalálják majd. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk, viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.